Kínos kérdés nincs, csak kínos válasz. Ez a tétel hatványozottan érvényes vizsgaszituációban, különösen a mi esetünkben, ahol a tételek történelmileg, tudományosan is enyhén szólva zavarosak. Mert például, ismertesse, miért alakult úgy Newton napja, hogy aznap lefeküdt egy almafa alá. Talán nem tud itt lenni sajnos ma. Pedig ő volt az osztályfőnök, nem? Igen. Mi képviseljük az ő véleményét is. Remélem, Tehát, akkor a kérdés? Nem is Newton tovább. Newtonról tudjuk, hogy egész életében a súlyokkal és ezekkel a különböző rugókkal volt elfoglalva. Mondhatjuk neki, ez egy ilyen komplexusa volt kiskorától kezdve. És hogy azon a bizonyos nap miért feküdt le az almafa alá, hogyan történhetett ez a történelmi fölfedezés, erről gyakorlatilag különböző teóriák vannak. Yakachama Shikuru szerint Newton japán volt. Japán volt, és az almán vizsgálta a föld forgását, hogyan tudna visszajutni Japánba, mert ugye ez közismerten Angliában történt. Hogy keveredett Angliában? Egyes állítások szerint Iszák Sirkievics lengyel professzor teóriája szerint, amit többször megírt a Rocsine Polszki című labban. Annak is a historizáció rovatában. Ő azt mondja, hogy egész egyszerűen úgy került Angliába, hogy szeretett volna angolul tanulni, hiszen Japán volt. Akkor még ugye a császárság komolyan tartotta magát Japánban, nem nagyon volt lehetőség angolul tanulni, kicsit zárt kollektívát alkottak így az egész szigeteken, ott Japánban. Bocsássa, megismételni a lengyel lap nevét. Elég legyen annyi, hogy Polszki a vége. Gondolom ez most annyira... Már majdnem átment. Ugorjuk az alapkérdés, ez picit elkalandozott. Igen. Tehát elég az hozzá, hogy különböző teóriák szerint... Milyen vélemények ütköztek a fa, Newton és az alma kapcsolatában? Mert ugye két-három verzió is felmerült ebben az ügyben. Két-három verzió is. Egyesek szerint ugye az orosz Szuszmogucki, a nagy orosz, egyébként színházrendező is volt Szuszmogucki, egy nagy mogul is volt, benne van a nevében is. Ő azt mondja, hogy Newton egész egyszerűen gyakorlatilag vannak ezek az emberek, akik soha nem pusztulnak el, ő gyakorlatilag Ádám. És az almafa, az is egy örök fa, és az is egy örök alma volt. Erre nem jöttek le Angliába. Már majdnem kirágták a fákat, hogy Newton aláfeküdt. Mi fűződik, fűződik valamihez, ő nevéhez, ami a mai napig él a köztudatban. Ő jött rá egy fizikai tételre, Ezt akartam mondani, ő az öröklét, az erő velem van, ő mondta. De miért történt az... Fölmászott a fára, hogy jutott a onnan ugrott onnan le, hogy bebizonyítsa, hogy az alma nem esik messze a fájától. Igen, ezt én is akartam mondani. Gondoltam, hogy egy ilyen történelmi evidenciával most nem zavarom a tanárurakat és tanárnőt. Nem, mert szerint megint elkanyarodott, de beszéljünk Éváról. Kezdje onnan! Éva, más néven Eve, hiszen ekkor már Angliában voltunk, gyakorlatilag néhány másodpercek később jött világra, mint Newton Ádám. Rendben van, de miközben rendben van. Egyesek szerint oldalbordából lett. Miközben van az Eve lámpához? Nem véletlen, hogy így nevezte el Newton, hiszen a kedvenc szerelme volt Eve, és egész egyszerűen ezt gyakorlatilag magyar nyelven nem is fordították le, hiszen Eve lámpa. Tehát gyakorlatilag a nevet tették be, ugyan másképp írjuk, mint ahogy ejtjük, de hát ez már számtalan. Melyik Remarque regény foglalkozik ezzel a problémával? Minek az árnyékában? Tutankhamon balzsamozásának árnyékában című regényében, amikor valaki ellopta a balzsamanyagot, és nem tudták bebalzsamozni. Átment!